Figyelj, játsszuk már el. Tehát, annyira, hát ez az egész szitót. Te leszel a testőr, aki szintén összefűzi a kezét? Vagy? Nem az, mert ő is most jött ki a templomból a testőr. De én nem tudok ilyen csöndbe sétálgatni, nem. Az ismersz ennyire. Igen. Nem, hogy elképzelem, hogyha mondjuk nem a Telex újságírója, hanem mondjuk konkrétan Matolcsy György szeretné megszólítani. Csak te vagy Matolcsy? Hadd legyek. Jó, és akkor én vagyok. Legyél. Jézusom. Légy szív. Mindenkitől előre elnézést. Én leszek Orbán Viktor. Főnök, hát szeretnék én valamit kérdezni, mert miért főnök? Miniszterelnök uram. Miniszterelnök uram, tekintetes. Szeretnék valamit kérdezni, hát mégsem a gazdasági bizottság előtt mondjam már el. Tehát lehetne, hogy beszéljünk egy kicsit az országról. Ember, most jöttem ki a templomból. Ja, értem én, na de ha válság közeli helyzetben van az ország, miniszterelnök uram. Ember, most jöttem ki a templomból. Na jó, de az ásapkákat meg ki kéne vezetni, hát tönkre Berci, megyünk. Havasi Berci, vigyétek már el innen. Ne. Főnök, én tényleg mindent megtettem, hogy a közpénz elveszítse közpénz jellegét, tudod? Meg hát a magánnyugdíjpénztári vagyod is megszer, mindent megtettem, de most szólnom kéne, hát hogy szóljak, mert tudom, mi se volt. Mi se voltunk ott. Egyébként maga katolikus, te katolikus vagy, főnök? Nem, valamikor református voltam, de voltam liberális, és voltam kisztitkár is. Ja, jó, de most jöttem ki a templomból. Ja, és akkor nem mondtatok az ország állapotáról semmit? Nem, már elmondtad, és meg is lesz a következő. Jó, akkor, most jöttem ki a templomból. Akkor főnök, boldog karácsony. Boldog karácsony.